Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban egy ilyen room tour-szerűsége lesz. Ugye kész lett az új szobám, és mostantól ebből a szobából fognak készülni a videók nektek. És akkor gondoltam, hogy ezt így most be fogom nektek mutatni. És sikeresen beszereztem egy operatőrt egyébként, tehát hatalmas vagy a költségvetés, érted? Nos, és amint ugye belépünk, ugye így jöttünk be, és amint belépünk, elénk tárul egy ilyen szexuális szekrény, amiben található ilyen kábelek, Xbox kontroller, töltő, mit tudom én, és illetve még ugye ebben a cuccosban van egy ilyen kis telefonatok, amit ajándékba kaptam a születésnapomra, Hard Work Beats Talent, HCV Dojo logo, és ugye Tihanyi Péter, látható a képen. Valamint ugye itt van ez a készülék, amivel készül ez a videó felvétel, ez a mozgókép felvétel. Parasonic kezelési, nem olvastuk el. CD-k per DVD-k. Első körben itt van nekünk Rainbow Six Siege, ugye, CD-je, aminek megvan a doboza is, csak hát minek abba tárolnám, hogy itt van. De hát most ez mindegy. Ugyanígy megvan nekünk a WW2K18 nevű Xbox kiadásban ráadásul, amit nem tudok felemelni. Felszoktam. Ez az. Ennél buzisabban szerintem még senki nem fogott CD-t, de bocs. Valamint itt még a régi gyerekkoromból. Ez nem volt az első Need for Speed játék, amit játszottam, hanem a Most Wanted volt, és az kurva jó, kedvencem mai napig a Need for Speed szériában, tekintve, hogy ez volt a másik játék, amivel játszottam a szériában, de ez most mellékes, az a lényeg, hogy az Underground 2-nek a CD-je is itt van, és hát ugye a belépőm a videójátékok világába, ez a Verdás játék, ami gyakorlatilag egy dupla pak. Tehát kaptunk ilyen kis ez nem is tudom, ez mi. De azt tudom, hogy nekem megvan a Verdák 2-ből is ugyanez. Vagy kb. Ugyanez a játék, csak Verdák 2. Azt ennyi. Könyvek, egyet nem szoktam ezek közül kb. Olvasni. Havi egyszer, talán valamit kinyitok. Az így nekem elég. Lent, itt vannak a társasok. Korábban ezt a Fröccs nevű társast láthattátok a hátterekben, és itt van még a Nottingham bírája, meg Cash and Guns, valamint ilyen mappa. Igen, itt erre egy ilyen új lámpa, technika, amin rajta van az én kis, jó kis Ink27-es sapim, és a nyakláncom, ez ilyen oliva. Olivából készült kereszt dolog. És hogy akkor én ezt így kaptam, és akkor ez itt van. Hogyha visszatérünk a szekrényre, akkor itt láthattok ilyen alkoholos italokat, mert az alkohol rossz, és én inkább itt tartom őket, mint sem, hogy innám őket. Valamint itt van ez a bőrsapim, ezt korábbi livestreamekből láthattátok, és ugye a Papers, Please játéknak ez egy szereplője gyakorlatilag, de ez most nekünk nem kell. Itt van ez a maszk, amit gyakorlatilag viseltem akkor, amikor a sugárterápia történt, és hogy akkor ezt szorították rá így a fejemre, mert így pont az én fejemre készült, csak én így feküdtem, sokkal szorosabban volt rajtam, és akkor így kellett nyomni. Na de, tovább haladván, itt a tévé. A kamera állvány, ami most ugye a kamera az most ott van, de egyébként egy Parasonic kameráról beszélünk. Ezt ennyit tudok róla. Na de mindegy, itt az Xbox One sima tévé készülék, ugye ez is eléggé jó. Ott éppen töltődik a tablet, meg a kábelek hada. Itt pedig ugye dísz, sok-sok dísz növény. Das ist növény, ágy, das ist nagy ágy, big, very big, és hát én szóval még egy ilyen random plusz igazság szerint, és akkor most
fogunk átmenni erre a falra, ami egy ilyen dicsőség fal jellegű. Itt vannak így a birkózókkal készült képeim. Az operatőri munka közben megvillan. Az igen. Az igen. Tovább haladván, itt van egy fülhallgató, aminek itt van a becses helye, és hát a lényeg, na megint esik. Szóval a lényeg, ez a szék. Ez nem tudom milyen szék, de itt már belesüppet a seggem, tehát ilyen segvenyomatos jellegű. Egy kis izzadság is idefér. Hát most, na, most ebbe a megterhelő fizikai munkába ez azért vele járó. Egy kis víz az az életben maradásomat szolgálja. Egér, das ist, úristen monitor. CD meghajtó. Billentyűzet, erről nem nagyon tudok sokat, az egérről sem nagyon, de azt tudom, hogy ez nagyon jó billentyű és jó hangja. Ez nagyon jó volt. A kamera az egy Hikvision 1080p-s kamera, ez már sokkal jobb, mint ami előző kamerám volt, amiről még kb. Videókat sem láthattok, ami még azzal készült, pedig voltak, és nagyon szar volt a minősége. Ja, de láthattok, az ilyen első HCV Universe-es videókat, az első évadot, ha megnézitek, akkor a végénél ott még az a kamera van. Itt fent vannak ilyen dobozok, ebben mindenféle ilyen kis kütyük vannak, mint például ilyen Ring 27-es kitűző. Ez itt van, meg ilyen olló, ragasztó, meg egy random síp, meg a régi kis gyerekkori képeim, amik privátak. A másik van, ebben is szintén ugyanolyan dolgok vannak, ez már én kacatos jellegű, gyakorlatilag. Ott vannak fent a két darab Xbox kontroller, ott is van egy Xbox kontroller, a telefonom mellett, ugye egyébként ez az Xbox kontroller már nem a sima One-hoz tartozó kontroller, hanem ez a Series X-hez tartozó, és ehhez van már ilyen tök fain kis csomó, ez ilyen bentúgod, azt működik jelleg. És a telefonom az egy Samsung Galaxy J6 Plus. Úristen, nem, semmilyen csodát nem kell tőle várni, amire én használom, arra tökéletesen elég. Messengerre, Instagramra, meg egyéb telefonálásra, meg mit tudom én még ide. Itt ez ilyen kis aláírt fotó Tihanyi Peter-től. Das ist lámpa, hogy jobb legyen a facecamnak a minősége, és hogy ne legyen sötét az arcom. És most ez a lámpa fogja ezt biztosítani bizony. Das ist monitor, sok cuccom van a monitoron, ezt előre megjegyezném. És, ja, ez ilyen monitor, ami jó, mert látom, hogy mit csinálok. Wow. Fancy egérpad, érted, azért már ilyen nagyobb bizony kiadásba rajta az egérrel, ami fogalmam sincs, hogy ez milyen egér. Valamint a végére hagytam a legjobbat. A bestet. A best of the best of the bestet. A mikrofon. Ez egy HyperX Quadcast mikrofon, teljesen meg vagyok vele elégedve. Brutálisan tök fasza. Úgyhogy, ja, de a mikrofon az szuper jó volt, meg jó, szuper jó a mikrofon. Valamint itt még végére levezetőként egy ilyen kis parfüm, egy kis ilyen cetli tartó izé, benne egy ilyen, nem tudom, ilyen gumival. Valamint itt van ez a hónestift, hogy szintén a jó illatot megőrizzük ennek a dicső szobának, valamint a kuka a legfontosabb. Enélkül nem lehet életbe lenni. Nem tudom, hogy eddig hogy voltam kuka nélkül, de biztos. És akkor ez lett volna az én kis szobám. Ha már a besüppett
a seggem által kivájt lyukba most így beültem. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok, ha velem tartottatok. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Valamint gyertek fel a Discord szerveremre, és akkor ott biztosan nem maradtok le a hasonló tartalmakról, valamint részt vettek szavazásokon is, illetve feltettitek a kérdéseiteket a kérdések csetszobában. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, hello!